Kedves, szeretett testvérek, mai világban rengeteg ítélkezés van. Újságban, médiában is, bárhol, de magánbeszélgetésben is. Olyan könnyen, hogy mondjam, lekapjuk egymásról még a keresztvizet is. És logikus, hogy ez a sok ítélkezésből, veszekedés, háború, ellenségeskedés, válás, szakítás, sok fájdalmas dolog születik. Nézzünk a mi Urunk Jézus Krisztusra. Milyen szép, hogy ő bízik bennünk. Szoktam mondogatni gyerekeknek, hogy karácsony estén eljött Jézus Krisztus közénk, az egy szerelmi vallomás. Mert közénk jönni. Bízott abba, hogy igen, képes ő megtanítani bennünk számunkra a szeretet parancsát. Csak meg fogjuk érteni azt, hogy jobb békében, jó testvérekként szeretetben élni, mint háborúskodni, ellenségeskedni. Nem hátrál meg. Nem pakol össze karácsony esté, hogy hát de menjél atyám, ezek nem is vártak engem. Hát ott szegény József itt ott kopogtatott, menj tovább, nem ismerünk. Közénk jön, és később is, bármilyen nehéz, nem adja fel ezt a hitét, bízik bennünk, ott a kereszten is. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezért mert oda menni Péterhez is, hát ezt az én mennyei atyám teremtett, tehát ez egy zseni, ez egy nagyszerű ember, kiszeretem belőle a jót, az apostolt. És Péter, hát azért nem mindig van a helyzet magaslatán, de Jézus nem engedi el a kezét, megszólítsa, gyere, emberek halászává tesznek tégedet. Annyira szeretem Jézus Krisztusban azt, hogy hát ő nem ül a segrestjébe, hogy majd ha Péter megjön és felmondja a katekézist, majd talán akkor szóba állok vele. Nem, ő maga megy, megszólítható Jézus. Nem csak megszólít, hanem meg is szólítható. Annyira tetszik, ugye, hogy hát ugye a fiatal apostolok oda mennek, mester, hol laksz? Azt se tudták, hol lakik. Gyertek, nézzétek meg. Szeretem magam elé képzelni, hogy hazamennek, na, Mária, anyjuk, nézd, itt vannak az új barátaim, ismerkedjetek össze. Jakab, János, Szezanya, na, egy kis tojás rántottád valamit, anyu, nem hozol össze? Jézus leül egy pohár borra, Kánába is ittak bort, hát miért nem, fiatal, legények, borozgatnak, világ jövőjéről beszélnek. Ilyenkor sajnálja az ember, hogy akkoriban nem voltak ilyen paparazzik, nem egy telefonnal felvették volna ezt az első beszélgetést. Nem? Tehát Jézusban van kakaó, mer oda menni, mer megszólítani embereket, meg lehet őt szólítani. Utkor mondtam, hogy viccesen, hogy kicsit a mai egyház olyan, mint a vénleány, aki, hogy mondjam, ott a sarokba petrezselymet árul, hogy hát miért nem kérnek fel engem táncolni, nem? És ha valaki ne talán mégis oda megy, akkor azt elkezdjük kioktatni. Tehát Jézus nem ezt csinálta. Péter, gyere, emberek halászává tesznek tégedet. És ugye, hát Pál, legyünk őszinték, hát ő se éppen, hogy mondjam, jó fiúként kezdte a szerepet a Szentírás szerint. Ének ideje, nem csak ma járnak Damaszkusz útjain terroristák, az akkor is így volt. Ének idején elindul, hogy politikai, ideológiai alapokon gyilkosságokat szervezzen. És milyen döbbenetes, hogy Jézus Krisztus átdöfött szívvel, átdöfött lábbal, szembe megy vele, hogy párbeszédet kezdje, megszólítsa, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Döbbenetes, nem? És tudjuk jól, hogy ez a párbeszéd hosszú volt. Időbe telt, amíg Szent Pál eljutott odáig, hogy ő legyen a népek apostola, míg megírta a szép leveleit, és élete végén megírta a világtörténelem legtöbb nyelvre lefordított, legtöbbször kiadott költeményét, a szeretet himnuszt. Igen, testvéreim, Szent István vérétől a szeretet himnuszig nagyon hosszú az út. De Jézus nem engedi el Szent Pál kezét, ott van mellette, vezeti. És azt gondolom, hogy
ha Jézus írta volna meg azt a szeretet himnuszt, akkor is szép lenne. De így, hogy egy, hogy mondjam, egy mérő jövő, talán terrorista, talán gyilkos, olyan ember, akinek a kezéhez vér tapadt, az írja meg a szeretet himnuszt, mennyivel szebb. Igen, testvéreim, Jézus nem elítéli se Szent Pétert, se Szent Pált, se a többieket, hanem megszenteli. Ti az én mennyei atyám gyermekei vagytok, és a mennyei atya selejtet nem teremt. Minden ember Isten drága remek műve, és te is az vagy. És a férjed is az, és a feleséged is az. Merjük szeretni egymást, merjük egymásból a jót kiszeretni. És ez nem csak Jézus Krisztusnak sikerült, és nem csak az apostoloknak, hanem ugye anyánk az egyház Szent László évet hirdetett, ezért viszek magammal mindenhova egy kis Szent László szobrot, hogy igen, tudatosítsuk magunkba. Szent István király megalapította Magyarországot, ugye 42 évig uralkodott Gizella feleségével, és bizony az alatt közel 2000 templomot építettek, és hát hogy a templomokat felszerelték oltárterítővel, legalább öt miseruhát, és akkor már megvoltak a liturgikus színek, és történészek leírják, hogy igen, Gizella királynő udvar hölgyeivel elkészítették, és misekönyvet, hát kézzel kellett akkor írni egy-egy ilyen vastag, hát a Szentírás akkor is minden egyes sora ugyanígy megvolt. És oltárt, és kelyhet, és hát papokot szentelni, képezni abban nehéz időben, püspököket. És tudjuk jó, hogy Szent István halál után, hát hogy mondjam, gyenge kezű királyok voltak, elszabadultak az indulatok, polgárháború alakult ki, lázadás, pogánylázadás. Három püspökön kívül az egészet megölték, pedig már akkor megvoltak a ma létező püspökségek. Papokat elhajtották, templomokat felgyújtották, a régi rozsdás kardokat elévették, és egymás torkának feszítették az emberek. És Szent László ugye, hát a családja menekült Lengyelországba, Krakkóba született, herceg volt, ott is meg lett volna neki a mindennapja. De látta, hogy Magyarországon baj van, nehézség van. Megbeszélte Gézával, bátyjával, és úgy döntöttek, hazajönnek, és felkínálják az akkori királynak, Salamonnak a kardjukat, életüket, szolgálni akarnak. Mert hiszik azt, hogy szeretettel, jósággal meg lehet szentelni Kárpát-medencét. És a történelem úgy hozza végül, László lesz a király, bátyja meghal, Salamon lemond. És nem azzal kezdi, hogy hát a másképp gondolkozókat ő kiírtsa, hanem elkezd, ugye Somogy váránál, Koppány fészkénél, hát onnan indult el ez a pogány lázadás. Megépíti az akkori Magyarország talán legnagyobb templomát, egy öt hajós románkori templomot, Franciaországból szerzeteseket hozat, hogy tanítsák a népet, nyugtassák meg, ültessék le. Van itt hely bőven, jut itt mindenkinek. Betörnek az országba, ugye, a kulok, a besenyők. Szent László szembe megy velük, megállítsa, de annyira szép, hogy a legyőzött ellenséget se hagyja, hogy levágják, ugye korabeli szokás, hát nem előst ejtettek foglyokat. Azt mondja a vitézeinek, ne bántsátok, hívunk papokat, letelepítik, tanítsák őket, majd békében együtt építsük ezt a szép országot, háborúba együtt védjük meg. Mennyire ott volt Szent Lászlóban ez a befogadó, integráló, szeretettel, jósággal megszentelő Jézusi vonás. És mehetünk tovább a Szent László életébe, ugye Horvátország, ugye már több éve uralkodik Magyarországon Szent László, békét, rendet teremt, és ez persze, ez gazdagságot is jelent, erőt is jelent. Horvátországban abban az időben polgárháború volt, és behívják Szent Lászlót. És Szent László bemegy,
És hát megvan a recept. 10 parancsolat ott van, világos. Az alapján törvényt hoz ott is. Ugye Zágrábban egy hatalmas templomot épít, püspökséget alapít. Ott is ugyanúgy a falvakba elkezdi a templomokat építeni, az embereket megnyugtatja, megszenteli. És így a jóság, a szeretet, mert a virág is a fény felé hajlik. Horvát nemzet 800 évig jól elfért Szent István koronája alatt. Igen, testvéreim, én hiszem azt, hogy lehet. Ne elítéljük egymást, hanem szeressük. Emeljük fel a másikat. Most mielőtt jöttem volna ide önökhöz, kaptam egy képeslapot. Hát egy ilyen Facebookon küldött az egyik hajdani lányunk egy képet, az ő kis babája, Lili baba van rajta, és azt írja, hogy Csaba testvér, hát most már az én, egy újabb unokád van, érte is imádkozzál. És persze imádkoztam, és röviden elmondom ennek az édesanyának a történetét, mert nagyon tanulságos. Jó pár évvel ezelőtt, még a 90-es évek derekán kaptam egy levelet, az érsekatya küldte el. Hát ugye egy kislány, ötödikes volt, és írt egy levelet, amiben azt írta, hogy plébános úr, engem vigyen el innen, mert én itt meghalok. Hát a plébános elküldte az érsekhez a levelet, az érsek nekem, és én elmentem ki ebbe az eldugott székely kis falucskába, és a falu szélén ott egy elhagyott ház volt, és hát ugye ablak nem volt, üveg nem volt benne, szél a kis függönyt így fújta ki, be, villany se volt, semmi se volt, és ott volt egy szép szőke kislány. Hát mondom, te írtad ezt a levelet? Azt mondja, igen. Akarsz jönni velem Dévára? És nem azt kérdezte, te ki vagy, vagy hol van Déva? Szóval igen. Hol van anyukád? De megkerestük őt is a faluba. És közben találkoztam az iskola igazgatójával, és azt mondja, jaj Csaba, ne vidd el ezt a gyereket, ez süket néma. Hát mondta, én beszéltem vele. Azt mondja, hát az iskolában így tudjuk, hogy süket néma, hát fogyatékos. De olyan értelmesen beszélt az a kislány velem, hogy én mégis ugye az anyukája ilyenkor az van, hogyha tőlem valaki Isten nevébe kéri, hogy fogadjam be, hát a főnök nevébe kérik, hát ne hozzunk szégyenbe jó Isten, hát én mindig, mint az ő szolgája, befogadom. És hazavittem ezt a kislányt, mert nagyon egyszerű volt, le volt maradva nagyon, és hát 8. osztályban megbuktatták, ugye. Hát gondolom, hogy itt is vannak gyengébben tanuló gyerekek, vagy a szülőknek lehet ez vigasztaló lesz. Hát bizony, mit tud ilyenkor csinálni az ember? Hát szégyenkezik egy kicsit, aztán beültettem magam mellé a leányzót, Szerénkének hívják, és hát az összes ilyen bukkót, és akkor elvittem kirándulni, mert ugye a székely ember, hogyha a föld nem terem, akkor nem szidja, meg minden, hanem jó, megganyézza, és akkor mindjárt jobban terem. Na hát, én is így a gyerekeket elvittem ide-oda, hát főleg ezeket a bukdácsolókat, és egész úton mentünk Szeredába. Hát mondtam, hogy tanulni kell, és ha tanulsz, milyen szép jövő vár rád, és mennyi lehetőség van, és ha nem tanulsz, hát akkor mehetsz kapálni. Hát ez ilyen egyszerű, meg minden. Na hát persze, ezt jó bőven mondtam el, történetekkel, meg mindennel. Hát már végül el is fáradtam, ott voltam félúton, és kérdem tőlük, hogy na gyerekek, mit csináltok? Mi van bennetek? Visszajelzés, lássuk, van-e? És ez a Szerénke megszólalt, és azt mondja, hogy hát ő számolja a csíkokat az út közepén. Hát mondom, és hol jársz? Azt mondja, 3800 valahol. Hát ugye Erdélyben az olyan sok csíkot nem húztak abba az időben az út közepére, úgyhogy hát én éreztem, hogy mindjárt kiesek az autóból. Hát itten habosra prédikáltam a számot, sőleg lelkem úgy számogassa, ugye, hát a jelzéseket az út közepén. Hát, na gondoltam, na ennyi volt, csinálja, aki akarja, hát ez, falra hányjuk a borsot, de ilyen sokáig. Na és olyan örömmel tudom elmondani, hogy ez a lány aztán szépen visszajött, és szépen elvégezte az érettségit, sőt, bejutott Kolozsváron a pszichológiára, és
Második tanuló lett, vagy 80-an voltak az egész évfolyamból, és olyan eredményt ért el, hogy meghívták Londonba, Angliába doktorálni. És bizony, hát hogy mondjam, miből doktorált? Az erdélyi gyermekvédelemből. Hát ha nekem valaki mondta volna, amikor én befogadtam, hogy ez majd belőlem doktorálni fog angolul, nem hittem volna el egészen biztos. És közben megismerkedett ott kint egy nagyszerű, ügyes fiatalemberrel, építészmérnökkel, és családot alapítottak, és megszületett a baba. Igen, testvéreim, hinnünk kell abba, hogy Isten selejtet nem teremt. Türelmesen, jósággal öntözgetni kell azt a kis csemetét, kapálgatni, bíztatni, bátorítani, meg tudod csinálni, állj neki, ne add fel, eléred a céljaidat, álmaidat. Több mint 5000 gyereket fogadtunk be 25 év alatt. És én azt látom, hogy igen, Isten selejtet nem teremt. Lehet őket nevelni szépen, szeretettel, türelemmel. El is hoztam egy csokorra való gyereket, majd a szentmise után megkérem majd őket egy énekkel, kedveskedjenek önöknek. Én mindig azt mondom, hogy rossz gyerek, s csúfénasszony nincsen. Hát főleg a nénik szoktak erre bólogatni, az atya azért csak tud valamit, de én tényleg így is gondolom, és így is érzem, és tapasztalataim alapján bátran merem mondani. Persze önök mondhatnák, hogy hát a gyerekekkel önöknek sincs olyan sok bajuk, inkább a felnőttekkel volna gond, baj. Elmondok még egy történetet, nem tudom, kedves atya, belefér-e, hogy mondjam, képzeljék el, gyóntatok. És bejön egy hölgy, és azt mondja, hogy hát ő otthagyta a férjét, szóba többet nem áll vele, de meggyóntatom-e. Hát mondom, ha nincs más férje, hát azt mondja, nincs. Ő férfit ne is lásson, elege volt. Na hát, hümmögtem, és aztán meghallgattam a gyónását, szépen feloldoztam a végén, és mondom, lássa-e, milyen jó, hogy a Jóisten nem olyan, mint maga. Hát azt mondja, még. Hát mondom, bevallotta a bűneit, kapott egy elégtételt, elvégzi, slussz. Jóisten megbocsátja magának a bűneit, nem fogja utolsó ítélete fejhány torgatni. De igen, lehet, hogy Csaba testvér megbocsájtott nekem, de ez nem így megy a dolog, meg nem tudom miféle, nem? Hát Jóisten meg tud bocsájtani magának, hát maga is adjon egy elégtételt a férjének, elvégzi, mert mondta, hogy a férje mindenre kérte bocsátot, de olyan nincs. Hát azt mondja, milyen elégtételt lehetne erre adni? Hát mondom, tél volt, küldj el a férjét hozzánk, van egy házunk, nincs aki hányja havat, fát kell vágni, minden. Én megnézem, egy hónapig, ha jól viselkedik, én feloldozom őt, és akkor magának csak egy dolga van, adjon egy nagy puszit, szent a béke. Rám néz, és azt mondja, ha magának úgy látszik, az agyára ment a cölibátus. Hát erre mit mondjak én? Na hát. Azt mondja, ez nem így van, mert az a férfi és a nő viszony az egészen más. Az evangélium, de ne vegyítsük össze a dolgokat. Na hát én nem fogok veszekedni a gyóntatószékbe senkivel. Ő elment jobbra, én balra, aztán eltelt vagy 2-3 hónap, már szépen tavaszodott, jött egy férfi, és azt mondja, hogy hát őt a felesége küldte, de mi? Azt mondja, hogy büntessen meg. Hát nem értettem, hogy mi a gond vele, elmondom, na hát. Hát az asszony ezt kéri, akkor vegyük komolyan, van egy üveg borom, jöjjön, üljünk le. Na kezdjük el azt a büntetést, nem? El is kezdtem borozgatni, és aztán kiderült, hogy ez ennek a nőnek a férje, és hogy a feleségét, ő minden áron szeretné visszakapni, de felesége ragaszkodott ehhez, hogy én tőlem kapjon valami jó nagy büntetést. Na hát beszélgettünk, hát már tavasz lett, eltelt a tél, mert fát se kellett vágni, de kiderült, hogy ugye, hát ő szeret kályhát rakni. Ugye a rendőrség kötelékében dolgozott, és ugye 20 év után hamar nyugdíjba ment, tehát fiatal nyugdíjas volt, volt ideje bosszantani az asszonykát is, meg kályhát is rakni. Hát szépen nekiálltunk, és volt egy irgalmasságra elnevezett házunk, és rakott egy szép, mai napig azt használjuk, kályhát. Utána úgy belejöttek, hogy az udvaron egy jó nagy kemencét is építettek. A gyerekek persze,
A gyerekek azok szeretik, bebújnak az ember bőre alá, minden, és egy hónap után hívott a felesége, azt mondja, ott van-e még nálunk a férje? Hát mondom, ha itt van, de hamar pakoljon, és jöjjön utána, mert ez egy olyan áldott jó ember, hogy ezek a székely menyecskék biztos lenyúlják, ha hamar nem jön utána. És ez körülbelül 8 évvel ezelőtt történt. Azóta minden évben eljönnek, és elkocagjuk a történetet. Azt mondják, egy kis, hát ilyen, hogy mondja, olajcsere, az mindig jó az autóba is, meg minden. Viccelődünk, és olyan jó látni őket, hogy szeretetben, békében együtt vannak. Igen, testvéreim, higgyünk abba, hogy ahogy Jézus Krisztusnak Saulból sikerült kiszeretni a Szent Pált, a szeretet himnuszt, az egyszerű halászból Szent Péter, ugye az egyházunk legfőbb pásztorát, ahogy Szent Lászlónak sikerült Kárpát-medencét megszentelni, ahogy ennek a nőnek is sikerült kiengesztelődni a férjével, ahogy a gyermeket lehet szeretettel, jósággal nevelni, ne ítéljük el egymást. Nyúljunk egymás hónya alá. Olyan szépen mondja Jézus Krisztus, hogy a kő, amit az építők elvetnek, abból szegletkő lesz. És egészen biztos, hogy vannak körülötted olyan emberek, talán a családban is, akit mindenki lenéz, elítél, eltaszít. Merj rámosolyogni kedvesen, merj jó szóval hozzászólni. Meg fogod látni, hogy csodát fogsz tenni. Erdélyben nagyon sok a kóborkutya. Hát jön egy kutya szembe veled, hát 2 dolog között választhatsz. A kutya ugat, és te próbálsz belerúgni egy kővel, esetleg megdobni, ő próbálja elkapni a lábad szárát, hát aki bírja, marja azt egy darabig, nem? Ez az egyik út. Sajnos legtöbb ember ezen az úton jár. A másik, a kutya ugat, te szépen lehajolsz hozzá, talán a zsebedből egy kis kenyérkarét odadobsz neki, kedvesen szólsz hozzá, a kutya elkezdi csóválni a farkát, te megvakarod a fületövét, hozzád dörgölődik, hazakísér, és egy baráttal több lesz. Hogy abból a kutyából mi jön ki, egy jó barát, vagy egy vicsorgó fenevad, ez legtöbbször rajtunk múlik. Adná az Isten, hogy egymásból kiszeressük a jót. Adná az Isten, hogy Szent Péter és Szent Pál példájára mi is Jézus Krisztushoz bújjunk, és szeretettel, jósággal megújuljon a mi családunk, a mi egyházközségünk, a mi áldott népünk, ez a jó világ. Amen.